Egy padlásról került elő ez az ezer éves kard baranyában. A kard kályha ezüsttel volt lefújva, gittel volt lekenve a belseje, amiket mind el kellett távolítani a vizsgálatok és a restaurálás során. A Janus Pannonius Múzeum régészeti osztályához került ugyanis a lelet, ami baranyában egyedülálló, de a Dunántúlon is ritka kincsnek számít. Párhuzamok alapján ez a 10. század második felére, 11. század első felére keltezhető. Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy ez nem egy hiteles lelőhelyről került elő, tehát bizonytalan a tárgynak némileg az identitása. A 10. századot azt általánosan honfoglaláskornak is szokás nevezni, tehát az nem kifejezetten a honfoglalás történeti időszakát, hanem annál távolabb, vagy annál tágabb értelemben ugye gyakorlatilag az állam alapítás időszakáig magába foglalja az anyagi kultúrát, de ez nem azt jelenti, hogy csak honfoglaló magyarok éltek a Kárpát-medencébe, és pont az egyenes kétélű kardokkal kapcsolatban számos elmélet létezik, hogy ezek a kardok ezek hogyan kerültek be, esetleg a magyarok hozták magukkal a Kárpát-medencéről kívülről egy részüket, vagy pedig más népcsoportok, akár skandináv, akár európai kardkultúrának a származékai, akár helyi másolatok, helyi készítmények, vagy akár Szent István királyunk állam szervező tevékenysége kapcsán megjelent nyugati haderőknek a tárgyi emlékeiről van szó. Egy hímes házilakos lomtalanítás közben akadt rá a kétpengélyű fegyverre, amit egyébként még korábban egy lomissal cserélt el. Fórumokon érdeklődött, hogy mi is lehet ez a tárgy, illetve hol lenne a legjobb helyen. Ezután kereste fel a régészeti osztályt. Ez egy lakossági bejelentés nyomán került elő, a kard Pap Sándor tulajdonába volt, hímesházi lakosnak a tulajdonába, és ő jelezte azt, hogy ezt leszeretné adni a múzeumba. Ez tavaly március-áprilisban kezdődött el ez a folyamat, hogy vele fel tudtuk venni a kapcsolatot, és hát azóta a tárgyon több minden vizsgálat történt, így például az eredetiségére vonatkozó különböző labortechnikai vizsgálatoknak is alávetettük, illetve egy általános restaurálási folyamatnak is. Már be is fejeződött a restaurálás, tehát ennél a tárgynál már készen is vagyunk, viszont számos olyan másik fegyverleletünk is van többek között, aminél a restaurálás az folyamatban van. Most a restaurátor kollégánk az elsődleges felületi szennyeződésektől, üledékrétektől, leginkább ugye földtől szabadítja meg a tárgyat, illetve a korrózió rétegtől, amit rajta található. Nyilván olyan műszerek használatával, amit az adott tárgy igényel, tehát nagyobb felületinél akár nagyobb tisztító szerszámok is szóba jöhetnek. Itt látjuk, hogy most a kardgombnál azért különösen figyelni kell, és óvatosan kell vele bánni. Ugye okozhat meglepetéseket is sokszor a restaurálás, hiszen nagyon sokszor a megtartása sem egyértelmű a tárgynak. Legutóbb is az egyik kardnak a gombja az restaurálás közben vált le, hiszen csak a korrózió tartotta rajta a markolattüskén. Most túl vagyunk egy autópálya ásatáson, a M6-osnak a nyomvonalán több lelőerő is kerültek elő tárgyak, nem csak fegyverek, hanem más fémtárgyak is, illetve más anyagú tárgyak is. Ezeknek folyamatosan zajlik a restaurálása, és hát emellett ugye számos lelőhelyről kerül még be fémkeresőzések nyomán is fémtárgy. Ezek 15-16. Századra keltezhetők, ezek S keresztvasas kard, illetve messzerek, kardok, illetve messzerek voltak. Itt a másik esetben egy egyélű messzert láthatunk. Ebben az esetben ugye itt Nagy Nyárádról került elő a kardnak a szereléke, mind a markolatgomb, mint pedig a keresztvas fémkeresőzésből kerültek elő. És ezeknek a pengéje ugye nem ismert, hogy egyenes vagy pedig ívelt pengéről van ez szó. Restaurálás után leltározás következik, és utána a tárgynak az elhelyezése, raktári elhelyezése, illetve publikálása, bemutatása kiállításokban, előadásokban, tehát minél szélesebb közönség számára szeretnénk azért ezeket a tárgyakat legalább képi formájába elérhetővé tenni. A tárgytípus függő, illetve állapot függő, hogy meddig tart a restaurálás egy-egy tárgy esetében. Ugye most itt egy mechanikus tisztítást láthatunk, amit nagyon sokszor ugye egy kémiai tisztítás is, utána pedig egy passziválás is követ, és ezután következik a tárgynak a konzerválása.
A Hímesházán talált kard mellett még számos más lelettel is foglalkoznak a múzeum munkatársai. Többek között törökkori leletek kerültek elő az M6-os autópálya hamarosan megépülő új szakaszának területéről. Ilyen ez a fegyver is. Ennél a tárgynál a mechanikus tisztítás a tárgy nagyján már megtörtént. Látszik pont a törésnél, hogy a kolléga igyekezett még műgyantával rögzíteni a markolattüske felső szakaszát a tisztításhoz, hogy egybe maradjon a tárgy, de mivel a tárgynak az a szakasza erősen korrodált volt, ezért a tisztító folyamat során le is vált a teteje. A munkálatok végeztével, ahogyan azt Haramza Márk is elmondta, leltározásra készítik elő a tárgyakat. A további cél pedig az, hogy a nagy közönség is megcsodálhassa a történelmünk egy részét.